a Gyálváros Fejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft., illetve a társasággal szerződéses viszonyban álló vállalkozók már felkészültek a hideg évszakra, és beüzemelték a sószóró és hótológépeiket. Emellett az is fontos, hogy az ingatlan tulajdonosok saját portájuk előtt sikosságmentesítsenek, ezzel akadályozva meg az esetleges baleseteket. Minden évben valóban a társaságunk látja el a hóeltakarítási és sikosságmentesítési feladatokat. Ez úgy történik, hogy saját dolgozókkal, saját gépekkel, illetve alvállalkozó vállalkozók is be vannak vonva ebbe a munkába. A munkálatok úgy zajlanak, hogy van egy hóeltakarítási terv, amiben fel van osztva gyál utcái különféle fontossági sorrendbe, és nyilván elsőbséget élveznek a főutak, gyűjtőutak, a kiszolgáló utak, az olyan utak, amik a orvosi rendelőt megközelítik, a polgármesteri hivatalt, az iskolákat, óvodákat megközelítő útvonalak. Ezeken a utcákon minden esetben történik sikosságmentesítés is, és hóeltakarítás. Az egyéb utcákon pedig csak hóeltakarítás zajlik, ott az a célunk, hogy gépkocsival járható legyen az út, megközelíthető legyen a lakóingatlan, de hát ezt is egy bizonyos mennyiségű hó felett lehet már, hóvastagság felett lehet ezeket a munkákat megtenni, de úgy van kialakítva ez a rendszer, hogy igazából bármely utca szakasztól jobbra-balra el lehet jutni néhány száz méteren belül egy olyan útra, ami le van takarítva és sikosságmentesítve. Erőkeszközök akkor rendelkezésre állnak? Igen, mint ahogy említettem, vállalkozók biztosítják a gépeket, sószóró, hótoló gépeket, illetve saját kézi erővel is, saját emberek is dolgoznak, mert feladatunk az önkormányzati járdáknak a takarítása, vasúti átkelőknél a gyalogi járdáknak a takarítása. Idén elég sok fejlesztés, beruházás történt, a parkok területe is megnőtt, ott is több gyalogi járda van, hát ezeket kézi erővel kell takarítanunk, és hát fel is készültünk erre a munkákra, hogy ezt el is lássuk. Társaságunk csak az önkormányzati kezelésű utak, járdákat, járdákon végez holtakra és sikosságmentesítési feladatot. A lakóingatlanok előtti szakasz minden esetben az ingatlan tulajdonosnak a feladata, hogy időben eltakarítsa a havat, a sikosságmentesítésre gondoskodjon. Azokon a helyeken, ahol nincs járda, ott a járdaszakasz szélességében ugyanúgy a hóeltakarítást meg kell tenni, és hát a ingatlan tulajdonosnak a felelőssége is ez, tehát itt ez nagyon fontos, és itt szeretném felhívni tényleg a lakosok figyelmét, hogy erre figyeljenek oda.